abban a reményben, hogy valamelyik előterjesztő megjelenik. Köszönöm szépen!
Tisztelt képviselőtársaim, folytatjuk a törvényjavaslat tárgyalását. Rendes felszólásra következik Kupcsok Lajos, a Fidesz képviselője. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház. A Magyarország és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása és erősítése a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatása érdekében készült indítvány példamutató. Üdvözöljük, hogy pályázati forma is segítse, tegye lehetővé a közoktatásban tanuló fiatalok számára, hogy a közoktatásban végzett tanulmányaik alatt az állam támogatásával eljussanak a magyar lakta területekre. Az indítvány kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a velünk azonos anyanyelvet beszélő határon túli tanintézményekkel, azok tanulóival, pedagógusaival intézményesen fejlesszük kapcsolatainkat. A mai globálisnak nevezett világban a lokális cselekvések szerepe felértékelődik. A magyar lakta területek lokalitása, a közös nyelv, a közös nemzetiség, a közös múlt olyan adottságokat jelentenek számunkra, amellyel nagyon kevés ország rendelkezik Európában. A felsorolt kötődések olyan vegyértékeket jelentenek, amelyek segítségével természetes, magától értetődő impulzusokat adhatunk az anyaország fiataljai és a határon túli fiatalok közötti kapcsolatok ápolásának. A civil szervezetek, a civil közösségek, a helyi önkormányzatok közül sokan már évek óta tesznek az indítvány által célzott kapcsolatrendszer fejlődéséért, mindezt azonban állami támogatás nélkül, illetve marginális állami támogatás mellett tették, teszik. A nemzeti összetartozás ügye igazi nemzeti ügy, amely kifejezi, hogy számítunk egymásra, felelősséggel tartozunk egymásért. Az ország sorsa, a határon inneni és a határon túli fiatalok jövője alapvetően az oktatás színvonalától, az oktatás minőségétől és annak tartalmától függ. A gyerekkori élmények örökre bevésődnek, jellemet, gondolkodást formálnak. Felnőttként erőt meríthetünk gyermekkori élményeinkből. Számos vonatkozása van a témakörnek. Nemzetiségi, történelmi, földrajzi, egyházi, sport, irodalmi, nyelvi, humanitárius és még hosszan sorolhatnánk a kapcsolódási területeket. Fiataljaink megismerkedhetnek a jelenlegi és egykori országrészek termékeivel, gazdaságával is. Olyan szakmákat, kézműves mesterségeket láthatnak, tapasztalhatnak a helyszínen, amelyek nálunk már eltűntek, kihaltak, vagy éppen művelőik száma alaposan megcsappant. Magyarországon a pályaválasztás előtt álló, a továbbtanulás irányát megjelölni készülő fiatalok döntéseivel hosszú évek óta baj van. Kevesen választanak szakmát, kevesen képzelik el jövőjüket szakmunkásként. Döntéseik kialakításában negatívan hat rájuk a hagyományos kézműves szakmák ismeretének hiánya, ezen szakmák egyre szűkülő magyarországi keresztmetszete. Itt megjegyzem, hogy a szülők divatszakmák iránti rajongása körülbelül 15 éves fáziskéséssel követi a piac igényeit. Gazdasági kultúra nincs kézműves kultúra nélkül. Ez így van a tőlünk fejlettebb Németországban, Ausztriában vagy éppen Olaszországban is. Egy egészségesen gondolkodó és működő gazdaságban, oktatásban a képzési rendszer klasszikus piramis formát képez. Az általános iskolákból kikerülők nagyobbik része szakmát választ, ők adják a piramis alapját. Tőlük kevesebben technikusnak, középfokú végzettségűnek tanulnak, a piramis legfelső részét pedig a felsőfokú végzettségűek alkotják. A magyar képzési piramis feje tetejére állított, ezért billeg. Nálunk a központi régióban ez különösen igaz. A legvékonyabb rész a szakmunkás tanulók közössége, a legszélesebb rész pedig a felsőoktatásban tanulóké. A feje tetejére állított képzési piramis nem sok jóval kecsegtet. A külhoni magyarság történetének, hagyományainak megismerése fontos, emellett ugyanakkor lényegesnek tartjuk a szakmai tapasztalatcserét, a szakképző intézmények közötti együttműködés magasabb szintre emelését, kibővítését. Nagyon egyetértek azzal a gondolkodással, hogy ennek az indítványnak a megvalósításával a jövőbe fektetünk be. Ez a befektetés ráadásul gazdasági távlatban nem hosszú távon, hanem rövid és középtávon hasznosul. Ennek az együttműködésnek nincsenek nyelvi akadályai. Több példát tudnék mondani tisztelt képviselő társaimnak, amikor külhoni tanulóképzések, szakmunkás tanulócserék azért jósultak meg, mert a képezni tervezett tanulók a német vagy angol nyelv ismeretének hiánya miatt